Tiszavasváriban nagy hagyománya van a népi kultúrának, gondolok itt a néptáncra, a népzenére, a népdaléneklésre. Aztán ez hol működik, hol nem működik. Nem titkolt szándékom, hogy most egy kis reklámot szeretnék csinálni ennek a bizonyos műfajnak, és nagy tisztelettel köszöntöm Gencsi Mihályt, aki hát nagyon bízunk abban, hogy ennek az újbóli felélesztője lesz. Néhány szót magadról mindenek előtt. Hát hajdonállásról kerültem által ide Tiszavasváriba, és én kimondottan olyan helyzetben is voltam gyerekkorom óta, hogy körülvettek a névdalok, a nóták, a disznótorba, a névnapokon, tehát szüleim is művelték ezt annak idején, és nekik, tehát ez zsigerből ment, tehát ott nem múlhatott el egy olyan disznótól, hogy nem volt nótázás a végén, népdalt, tánc, citerára, bármi, akármilyen népi hangszerek előjöttek, és csak úgy énekeltek, hogy annak idején még petróleum lámpa volt, és akkor a férfi gárda, amikor egy jó magyar nótát, vagy egy jó népdalt neki kezdett énekelni, volt úgy, hogy elaludt a lámpa. Tehát olyan remegés volt a kis tanyába, vagy akár még tanyába, mert ugye ez oda-vissza játszott a tanyaszomszédoknál is. Sőt, mikor bekerültünk 70-es évekbe, beköltöztünk Hajdonállásra, ez a hagyomány még ott is folytatódott, tehát úgy a Mihály nap, a disznóvágás, és olyan névnapok is voltak, hogy elhívták esténként a cigány prímást a csárdából, mikor vége volt a 10 óra, akkor végeztek a csárdába a zenészek, akkor bekopogtak, hogy nem-e lehetne, és akkor ezek ilyen meglepetések voltak, és akár reggelig húzták, meg szórakoztatták a család tagjait. Így már egy végül is körvonalaztat, hogy itt Tiszavasváriban ismételten a népdal éneklést szeretnéd ismételten meghonosítani. Mondd el, légy szíves, hogy milyen elképzeléseid vannak, hogyan csinálnád, kivel csinálnád, és egyáltalán ki az a kör, akire számítasz, és vannak a távlati elképzelések ezzel kapcsolatosan? Hát igen, tehát én nagyon szeretném, ha itt Tiszavasvárban is lenne egy olyan csoport, akár férfiak, hölgyek, és ez majdnem mondhatom, hogy kortól függetlenül, mert ha akár nagyon fiatalok jönnének, és akkor ők nekik még volna ilyen tánckészségek is, akkor lehetne itt néptánccal bekapcsolódni, énekléssel, és akkor a felnőttebbek énekelnének, és akkor egy-két pár ilyen kis fiatal meg táncolna a színpadon, vagy akármilyen. Tehát elő lehet ezt jól készíteni. Szeretet kell hozzá, tehát ez másképp nem is megyen. Tehát hiába mondjuk, hogy időigényes, de az idő az olyan, hogy mikor elkezdünk énekelni, és egy csoport összejön énekelni, akkor az valahogy olyan gyógyhatással van az emberekre, elfelejtsük azt, hogy ó, hogy nekem otthon mennyi dolgom van, vagy volt. Ez olyan kellemes érzéseket hoz az emberbe, abba a csoportba is, aki összeszokik az éneklés során is, kialakul egy olyan közösség, hogy úgy szeretik egymást az emberek, és másképp gondolkodnak egy hónap múlva, vagy két hét múlva, vagy mit tudom én. Tehát a közösség az mindig a lélekhez szól, vagy hogy mondjam, ezek a népdalok, ezek a nóták. Mikor meghallottam, hogy terveztek egy ilyet, be szeretnétek indítani, egyből arra gondoltam, hogy ne csak már egy rövidke ilyen nyúlfartnyi cikk legyen az újságban, vagy valamelyik plakáton rajta, hanem adjunk teret neki, nagyobb, szélesebb propagandát, hiszen nagyon sok ember van itt a városban, akik régebben esetleg énekeltek, mert volt népdalkör is, és ez megszűnt. Tehát akkor most ezt szeretnétek életre hívni ismét. Igen. Én nem voltam benne annak idején, mert ugye én 7 éve kerültem ide Tiszavasváriba, de nagyon szeretném, igen, hogy egy akár
akár zenész, tehát olyan, hogy hagyományos népi hangszerrel egy citerás bácsi bekopogna ide hozzánk, örömmel vennénk, és akkor itt elciterázgatna nekünk, lennénk hozzá. Szerintem már vagy hárman, négyen úgy megvagyunk. Én mondtam a műház vezetőjének is, a mostani, aki idétlenes vezetője, hogy... Na most állandó január 1-től. Már állandó? Állandó, igen. Na, hát akkor hála jó Istennek. És hogy nekik minden, hogy kell a segítség. Tehát úgy ebben a kis kultúrhelyiséggel hozzájárulni, meg ha odáig eljutnánk, hogy lenne egy zeneművészeti vezető is, aki összeállítaná a hangnemeket, meg akármit, mert azért az kell hozzá, hogyha kiáll valaki a színpadra, vagy egy csoport, nem mindegy, hogy melyik népdalt énekeljük először, másodjára, közben, harmadjára, mert nem biztos, hogy a hangnemek stimulnak is, és egy magasabb tónussal kezdünk, aztán leesik, lezuhan a végé, tehát ehhez kellene egy olyan vezető, aki ehhez értene és ezt összeszedné. Tehát erre szükségünk is volna, és erre ígéretet is kaptam. Na, lenne vezető? Hogy talán, ja, hogyha megalakult a csoport, akkor lenne egy ilyen művészet vezető. Lehet, hogy ez még ő hozzá is szól itt a tévén keresztül, hogy aki szeretné felvállalni, nagyon szívesen vennénk. Tehát ha egy kis segítséget adna, még ha nem is minden csütörtökön, mert úgy néz ki, hogy csütörtökönként jönnénk össze 5 órakor, hanem mit tudom én, 2 hetente, vagy mikor mi kérjük, hogy összeállítottunk egy nóta műsort, vagy egy népdal műsort, vagy egy ilyen dolgot, és akkor azt kontrollálná, hogy akkor ez hogy is menne, és ezt szívesen vennénk. Tehát... Gondolom, ez csak eleinte menne szórakoztatásra, utána a városi fellépéseket, ilyesmit vállalnátok. Így van, hát ez ennek a... Ez a cél. Ez a célja. Így van. De azon kívül, mikor a közönség, vagy a közösség összeáll, akár csoportban, akár a hosszú távon egy egyesületé alakul, hivatalosan, akkor már lehetne pályázni is ruhára, ilyen dolgokra, tehát van egy ilyen elképzelés is, de ehhez legalább 10 ember azért kellene. Tehát legalább 10 ember kellene. Azt ugye elmondtad, hogy csütörtökönként, és itt 5 órától a művelődési házban találkoznátok, akkor tehát itt már most csütörtökön, amikor az adás lemegy, akkor az már igen aktuális. Tehát ha bárki úgy gondolja, hogy szeretne eljönni, akár csak érdeklődés szintjén, vagy továbbiakban is, akkor minden csütörtökön 5-től itt megtalál benneteket. Így van, és szeretettel várunk mindenkit. Akár nyugdíjasokat, középkorúakat, munkás, aki dolgozik, azokat is, ha tud rá időt szakítani, azért van ez a csütörtök délután 5 óra, hogy akkor már jó, aki műszakol, annak ez sokkal nehezebben megoldható, de aki nem műszakol és rá tudja szánni ezt a délutáni időt, nagyon szívesen várjuk, és mindig. Tehát mikor egy közösség összejön, akkor ott vannak névnapok, akármi, és akkor akár ha nyáron már egy főzéssel az udvarba, vagy valahol a kis csoport, meg, tehát ilyeneket tudunk csinálni, saját magunk is, és ott énekelünk, és hát az egy gyógyterápia az ének. Én most is azt mondom, hogy ez az. Akkor beszélgessünk az énekről egy kicsit. Nagyon sokan nem azért, mert fogalomzavarban vannak, hanem nyilván nem foglalkoztak vele olyan messze menően ezzel a népdallal, hiszen van népdal és van műdal. A kettő között a különbség, hogy a műdalnak van szerzője, még a népdal azt tudjuk, hogy szájról szájra. Ha most neked el kellene énekelni az összes népdalt, amit tudsz most elkezdeni, mikor lenne vége? Hát soká, mert elég sokat tudok. Darabszámra meg tudod nagyjából satszolni? Hát szerintem 100-tól több. De ez nem csak helyi, hanem tehát olyanok is, ami esetleg dunántúli hagyományok. De a népdal az csak ugyanolyan, hogy itt elkezdjük Szabolcsba, és akkor végigmegy az országon, és ugyanaz a népdal, de mégis... Más település nevek vannak. Más a eleve a település nevek benne, meg a ha olyan, tehát ha a személyes nevekről szól, akkor is
ha itt mit tudom én Boris, akkor már ott mit tudom én Marcs a Dunántúl. Igen, a tipikus eset, hogy például Avasvári villanybózda, jaj, de magus nánáson már a nánási villanybózda, aztán ahogy megyünk arrébb, így változik. Igen. Elmondtad azt, hogy neked honnan jött ez a maga zene, népdal, az éneklés szeretete. Van kinek továbbadnod? Hát én most az unokámból látom azt ki, hogy igaz, hogy 4 éves, de már tegnap itt volt nálunk kint a tanyán, és már este énekeltünk egy kicsit, meg minden, meg ő is, tehát mondja, papó még ezt mondja be, meg azt is. És na, hát vannak benne néha egy kis pikánsabb népdolog is, és azt nagyon hamar, tehát úgyával kell a gyereket tanítani, mert az amelyik megtanulja. Hangszerrel játszol egyébként? Nem. Semmit? Hát nagyon amatőr módon citarán, harmonikán, de mondom, hogy ez annyira, hogy ez csak ugyan bénáskodok csak. De ha nagyon kell, akkor például harmonikán le tudod kísérni magad? Csak akkordozva mondjuk nem szólamot játszva? Csak magamat, és csak magamat, így mondom. Meg ha ki kell keresni, hogy még nóta megy egymás után, akkor azt meg tudom keresni, hogy az nem megyen, hogy A-ból megyen-e, vagy C-ből, vagy ilyen. De amúgy nem... Tehát sajnos a tanyás iskolában nem volt annak idején szolfés, ilyen akármi, tehát nem jártunk ilyenre, tehát nem volt zeneiskola a környéken sem. Nyitzkiréti iskolába jártam az alsó tagozatba 5-ig, és ott utána kerültem be Hajdonánásra, vagyis hát abban az időben ez így működött, a tanyákat azért el lehetetlenítették abban az időben, de ez politika, ez nem érdekes. Említetted, hogy mezőgazdasággal foglalkozol, konkrétabban állatokkal, juhokkal. Amikor kín vagy esetleg köztük dolgozol, elő-elő kerülnek a nóták? Hallhatják, hogy énekelsz? Igen. Ez milyen hatással van a jószágokra? Ők biztos tudják, hogy én ott vagyok, és akkor ők olyan biztonságban érzik magukat. Tehát, hát amúgy nekem alap dolog, ha kocsiba megyek, vagy vezetek, akkor is előjön egy nóta, vagy éneklek, de ez annyira zsigerből jön, hogy én észre se veszem, hogy sokszor már, még ha többen vagyunk az autóban, és utazunk valahova, akkor is úgy bekattan egy nóta, és akkor én azt úgy mondom, hogy így lagziból hazamegyünk, és akkor ott, amit a legtöbbet játszottak, hogy másnap az valahogy úgy fütyülöm. Megragad, így van. A műdallal kapcsolatban, a nótákkal, azon viszont voltam, vagy két ilyen országos versenyen, ott volt első is, negyedik is, harmadik is, tehát egy ilyen nótás versenyek ezek, tehát mind amatőr, tehát nem arra készültem, Debrecenben volt egy korrepetítőr tanárom, és ahhoz jártunk, de hát mostanában már erre nincs idő, azért is szakadt meg Nánáson is ez a ottani csoporttal is, tehát nekem olyan, hogy mondjam, leköt ez a tanyasi dolog, ez a 400 birka, most is elrik a juhok ellenek, most olyan 150-200-at várunk. És ez éjszakás is, ez minden, ez majd mikor egy hónap múlva úgy felszabadul a dolog, akkor viszont több időm van mindenre. De ez ilyen dekátokban van, ez ilyen 4 hónapon, 5 hónapban ez bejön. Látva itt a testalkatodat, ha kint legeltet is közben megereszted a hangodat, szerintem a határ megtelik vele. Igen. Igen. A nánási vadásztár, az egyik vadásztárság, a természetbarát vadásztárságnál szinte rendszeresen szoktam így este, vagy amikor van a vadászbál, akkor ilyen nótákat a vacsora alatt énekelni, és ez már olyan hagyományos. És ott mindig úgy konferálnak be, hogy hát a nánási nyitzkiréti dalospacsiért és akkor mondták, hogy mikor kim vannak magas lesen este, vagy mit tudom én, akkor hallják, hogy én ott a lyukat, mikor legalább ritkán van, mert inkább délelőtt, délután egy alkalmazottunk van, és úgy szoktam csinálni, hogy inkább délelőtt én legeltetem a birkákat. Szoktál játszani kívánságműsort a birkákkal, úgyhogy bemutassam nektek a következő magyar nótát?
Nem, de mikor, ez csak hogy amikor készültem ezekre a versenyekre annak idején, akkor viszont az volt a legjobb. Attól jobb ott a szabadba kint, jobban felkészülni nem lehet. És ott csak ugyan még olyan is volt, hogy egy diktafonra felvettem, visszahallgattam magam, és akkor már akkor tudtam, hogy itt ez nem jó van, az nem jó van, és akkor... Vidám típusú ember vagy egyébként? Én úgy érzem, hogy igen. Mert látszik. Meg aki a nótát szereti, és kimegy, és elkezd énekelni, az nem igen hiszem, hogy jó, hát néha előkerül egy-két hallgató. Igen, de biztos a frissek is. Viszont a hallgatóban is mindegyik nótának van mondani valója, még hallgató. Tehát valaki azt azért írta meg, hogy valami történt a lelkébe, és abba fejezte ki, mert lényegében először a nótákat mindet versbe írják meg. Na most a versből vannak a nóták, és a verseknek is van mondani valója, megérinti az embert. Tehát nagyon, nagyon, nagyon magas fokon, és egy nótát, ha úgy énekel el valaki, aki beleéli magát, és el is tudja énekelni, aki még soha nem hallotta azt a nótát, vagy soha nem szerette, hogy a francot én nem szeretem hallgatni, se be se kapcsolom a rádiót, de úgy megérinti, akkor, és megérti a mondani valóját, nem tud lemondani. Tehát akkor azt mondja, hogy ezt meghallgatom még egyszer. Érdekes, hogy egyszer hallgattam a rádióban, volt egy beszélgetés egy ilyen nótaíróval, és a riporter próbált vele, hát, mint a verselemzés, csak ez nótaelemzés, hogy hát igaz, hogy ez a kedves ének írt, amivel, hogy de szeretném, ha már itt lennél, és hogyha ha már látnálak mindezt, mondja, hogy a francot, elfogyott a pénzom, szóval azt mondták a kiadóba, hogy adok egy százast, ha megírom, és azt szerette volna, hogy ott legyen nála is a kezében. Te magad szoktál fabrikálni ilyen különféle népdalokat? Próbálkoztál már vele? Nem. Miért? Nem érzel tehetséget el, vagy hát, nem jutottad el? Nem tudom. Mit tudom, én inkább csak ugyan elemezni szoktam, ha úgy van. És nekem az elég, és akkor úgy elgondolkodom rajta, hogy ők nekik ez miért okozott fájdalmat, vagy miért nem okozott fájdalmat, vagy mi lett a vége, mert például ott van a vén cigánynak a tehát ha végig énekli valaki, vagy végigolvassa a verset, meg akármi, és akkor végül, tehát az egy hal tragikával végződött, mert meghalta. Vagy ott van az egy Jóska van a faluban, az is egy magyar nóta, és akkor neki a párja ugye a második verszakban ugye meghalt. És azért bolondult meg a Jóska, tehát azért mondják, hogy egy Jóska van a faluban, azt is bolondcsavargónak mondják. És kedves nézők, én azt hiszem, hogy figyelemfelkeltésnek ez a beszélgetés bőven jó volt, hiszen aki akar és tudja, ki tudja szűrni a lényegét, hogy ki az az ember, aki szeretné elindítani a népdal éneklést ismét Tiszavasváriban. Mondjuk el még egyszer, tehát a helyszínt, az időpontot, és hogy kiket vársz. Tehát minden csütörtökön 5 órai kezdettel szeretnénk próbálni. Nagyon szeretném, hogy ha jönnének azok a hölgyek, urak, akik szeretik a népdalt, a nótát, a citerát, a hagyományos népdalokat énekelni, eljátszani, és együtt lenni egy közösségbe, mert ez a közösség én szerintem egy pár hét múlva összekovácsolódva, tehát nagyon jó érzést tud kiváltani az emberekből, és akkor már most is az első, ha összejönnénk, akkor az önfőző verseny, vagy az önfőző versenyen ott az egyik programban már egy 10 perces kis népdallal fel tudnánk lépni, összepróbálnánk, még most van idő májusig, és itt az itteni hagyományos népdalokból állítanánk össze egy kis csokrot. E volna az első, én nagyon várnék mindenkit. Na, nagyon szépen köszönöm, és nagyon bízom abban, hogy még hallathatunk rólatok. Hát reméljük, hogy... Köszönöm. Sok sikert. Én is köszönöm, és még egyszer várok mindenkit, aki szeretne énekelni népdalokat, nótákat.